Tiszta vászonból készülnek a szájmaszkok a Jelmezárt Kft-nél. Ilyen 100% pamut textilt használnak a kórházakban is. Mosható, fertőtleníthető és újrahasználható. A cég elsősorban színházaknak készít jelmezeket, azokat is 75%-ban külföldre. A koronavírus megjelenése a szokásos feladatoknak náluk is megállt parancsolt. Jelen pillanatban olyan helyzetben vagyunk, ami nekünk is megállította ezt a munkafolyamatot, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok segíteni ebben a szituációban, és vannak méteráruink raktári készleten, és a kórháznak, illetve olyan fontos helyekre, ahol jelen pillanatban nincsenek maszkok, úgy gondoltam, hogy megpróbálok segíteni. Naponta több száz szájmaszkot készítenek. Az első 350 darabot már el is juttatták az önkormányzathoz, de készül az Abanovák Agórának, a kórháznak és a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek is. A felkérések folyamatosak, a saját raktáron lévő készlet azonban véges. Az első 500 darabot térítésmentesen le tudják gyártani, ezt követően Budapestről szállítva a textilt, anyagbeszerzési áron haszon nélkül készülnek a maszkok. Ha valaki megfelelő minőségű vászonnal tudja támogatni a munkát, azt a cég munkatársai megköszönik. Magyarországon a textilipar szinte megszűnt, szövetgyártásról már nem lehet beszélni, és varrónőből is egyre kevesebb van. A jelmezár tulajdonosa bízik benne, hogy a jelen helyzet is rávilágít arra, hogy szükség van ezekre a szakmákra, és a magyar szakemberek is el tudják készíteni azokat a termékeket, melyeket külföldről importál az ország. Annak nagyon örülök a jelen helyzetben, hogy mi Magyarországon, és mi itt magyar varroda, tudunk segíteni, és nem Kínából kell ezeket a maszkokat, ne adj Isten, most behozni, hanem igenis mi is fontosak vagyunk, és mi is itt próbáltuk évek alatt fenntartani a varrást, a varrodát, hogy legyenek még varrónők, hogy működjön ez a szakma is. Az utcákon egyre több embert látni szájmaszkban. A szakemberek véleménye megoszlik ennek viseléséről. Alapvetően két különböző védettségi szintű és pórus méretű arcmaszk használatos. A műtéteknél használt arcmaszk és az úgynevezett N95 légszűrő maszk, mely képes a vírusokat is kiszűrni. A fertőzött embereknek FFP2 vagy FFP3 védettségi szintű eldobható maszkokat kell viselniük kilégzőszelep nélkül. A sebészeti maszkok azonban a szakemberek szerint elsősorban nem azt védik a vírustól, aki hordja, hanem a környezetet, ha a viselőjének például tüsszentenie kell.